És belerúgok a kamerába, nyilván, miért ne? Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban végre, valahára összegzem az idei Goodreads Reading Challenge-em. Ezt eddig minden évben eljátszottam, és általában előbb megszokott lenni, de most csak most lett meg, október végére, úgyhogy most tudom fölvenni. Igen, de meglett a 45 könyv, amit idénre kitűztem magamnak célul, úgyhogy azért büszke vagyok magamra, mert elég döcögősen indult az év, de nem baj, megvan. Úgyhogy szokásos módon csillagozás szerint fogok haladni, Goodreads-es csillagozás szerint, ami ugye egész csillagokat jelent, mert olyan szerintem tök máshogy csillagoztam az összes könyvet, amit most itt fel fogok sorolni, tehát valamikor fél csillagot fölfele kerekítettem, valamikor lefele, de igen, szóval olyan talán szigorúbban csillagoztam. Meglepődtem saját magamon, mert igazából egy és két csillagos könyv nem is lett idén. Mondjuk nem olvastam kötelezőket. És általában azoknak szoktam megadni azt az alacsony értékelést, amit. Igen, ez van. Mert hogy nem a könyvet, hanem az olvasási élményt szoktam általában csillagozni. Kb. 3 csillagtól fogunk csak kezdeni, és igen, azt akartam. A 90%-a kb. 4 csillagos lett egyébként, amit nem tudom, hogy csináltam, de most ez van. És akkor nézzük, legalacsonyabb értékeléstől kezdve, és majd úgy haladunk fölfelé. Ez jó buli lesz. 3 csillagos könyvek. Ebből, ha jól látom, 4 darab van. Az első könyv, ami 3 csillagot kapott tőlem, az Bauer Barbarától a fényfestő, és amit nem tudok felmutatni csak így, mert jelenleg a mamám méknál tartózkodik. A második, ami még 3 csillagot kapott, az meg egy kölcsönkönyv volt, ez a Piszkos tánc című kötet. A harmadik 3 csillagos kötet Beth Moritól az Igaz szerelem nem öregszik című kötet volt, illetőleg Jenny Colgantől a Találkozunk a Cupcake kávézóban, talán ez a magyar címe, most nem vagyok benne 100%-ig biztos, és most nem lesznek belinkelve a leírásból, mert mire a 45 könyvet belinkelem, kiakad a YouTube. De mindegyik az elmúlt 10 hónapnyi összegzésben benne vannak. Igen, és csak ez a 4 darab kötet kapott tőlem 3 csillagot, amin én is meglepődök, és most ahogy néztem a könyveket, lehet egy csomó másra is 3-at adtam volna, csak úgy hirtelen olvasás után nem. Úgyhogy most marad ez az állás, mert nem szoktam utólag változtatni. Nagyon sok 4 csillagos kötet van. A legelső, Saba Tahirtól, a Szunnyadó parázs, elnézést, nem tudom, hogy kell kiejteni az írónő nevét. Utána következő volt az Elfek öröksége, Sandra Regnértől. 4 csillagot kapott a Kisasszonyok. Te mit keresel ebben a kupacban? A tej és méz nem idejön. 4 csillagot kapott Álkodi Zsuzsától a Lélekrablók. A Hamis herceg Jennifer A. Nielsentől. Valamint a Kincses sziget is. Szergei Lukjanyenkótól a Kvázi. 4 csillagot adtam, mert elolvastam a 4. Harry Pottert angolul, és amúgy 5 csillagot adtam neki keretetleg, de most a 4.-nek 4-et adtam. Mert amúgy a 4. a legkevésbé kedvelt részem az összes közül talán. Viszont a könyvet nem hoztam ide, mert a polc elé, amin van, anya tett egy nagyon nagy növényt, és nem volt kedvem átküzdeni rajta magam. Aztán Aristotle és Dante felfedezik az univerzum titkait, vagy az univerzum titkainak nyomába, valahogy így van a magyar címe ennek, Benjamin Alire Sanz-től. Ugyanebbe tartozik az Achilleus dala, Madeline Millertől, 4 csillag lett az Ellopottról, Szélesi Sándortól, 4 csillagot adtam a Padlásszoba kis hercegnőjére, Frances Hodgson Burnett-től, és az első BookTube havi könyv a Girls of Paper and Fire is 4-et kapott. Atyai, de jó szíven csillagozok! Régi tartozásom Celestine-től, a Kis tüzek mindenütt még mindig nincs nálam, mert még mindig nem olvasta ki a barátnőm, akinek odaadtam. A barátnak tartalak Abby Jimenez-től. 4 csillag lett a Mostoha sors Petra Hulovától, Richard Roper-től az Élet mindig kínál második esélyt, talán azért, hogy azt is elszúrjuk. Jasper Ford-tól a Monochrome, és Rick Riordan-től a Camp Jupiter Classified. 4 csillagot adtam egy Rick Riordan könyvre.
De ez csak kiegészítő kötet. És még a három, amit nem tudok felmutatni, mert kettő könyvtári, egy pedig hangos könyv volt. Szóval elolvastam a Catherine Arden-től a Medve és a csalogányt hangos könyvben, amiről majd egyszer csak lesz egy videóm közösen Emmával. 4 csillagot adtam továbbá a Verity szörnyei duológiára, ami ugye az egy kegyetlen dal, illetőleg az egy sötét duett. Igen, és erről, mire ez a videó kikerül, lesz egy élő kibeszélő a BookTube könyvklub kapcsán. Szóval ezek voltak a 4 csillagos könyvek, és már csak az 5 csillagos könyvek vannak hátra. Akkor ide most beszúrom, amúgy a Tej és méz ide tartozott, de ezt már ugye tavaly olvastam először, tehát ez csak újraolvasás volt. 5 csillagot adtam neki akkor is, és most is. Mert ugye Goodreads-en minden olvasás után lehet csillagozni, és automatikusan szoktam. Na, 5 csillag. Alexandra Christotól To Kill a Kingdom egy birodalom végzete. A sárkányok gyermeke. Az elfek öröksége folytatása, a sötét jóslat és a sárkányok titka. 5 csillagot kapott már. Johanna Sinisalótól A nap magja. Jodie Taylortól A semmi lány. Igazából, ha belegondolok, nem is adtam olyan sok könyvnek 5 csillagot, mármint hogyha nem újraolvasásokat nézek. Mert ami az ölembe van, és ami még hátra van lent, az annak a fele így neveld a sárkányodat, úgyhogy az nem újdonság. Oké. 5 csillagot kapott a Nevermore két része, azt hiszem az a sorozat neve. Szóval a Nevermore, a Morrigan Crow 4 próbája és a csodaműves Morrigan Crow bajos öröksége. BookTube könyvklub havi könyv, az egy amerikai házasság. Majd szerintem a BookTube könyvklubos cuccokat belinkelem alulra. Illetőleg szintén havi könyv volt Shannon McGuire-től a Minden szív kaput nyit. És 5 csillagot kapott Lane Caberbolt-tól a Sárkány hívása. Ja igen, azt egyébként elfelejtettem mondani, hogy az a könyv, ami a 45. volt, és befejeztem vele a Goodreads Reading Challenge-et, az egyébként az Egy sötét duett volt. 1 csillagot adtam a Lessons in Love című kis verses kötetnek is, amit olvastam, és amit a nővérem Emma írt. Aztán innentől már elég egyszerű dolgom lesz, mert ez 7 könyv, de mindegyik Cressida Cowell-től. Az egyik a Hajdan varázslói, ami Cressida Cowell új sorozata, bár nem annyira új, mert már pár éve kijött ez az első rész, de én csak most kezdtem el olvasni. Szóval a Hajdan varázslói is 5 csillagot kapott. És a maradék 6 könyv, az az Így neveld a sárkányodat sorozat, mi 7, 8, 9, 10, 11, 12. része. Mert hát én ugye ezt elkezdtem újraolvasni tavaly előtt, és akkor a második felét idén fejeztem be. És hát ezek 5 csillagosak voltak eredetileg is, szóval ide kerültek. Igen, szóval ez volt az a 45 könyv, amivel az idei célomat Goodreads-en teljesítettem október közepére kb. Úgyhogy meg lehet, egy kicsit aggódtam, hogy nem lesz meg egyébként, mivel elég gyatrán indult ugye az évem, így olvasás terén, február-március környékén, de behoztam, úgyhogy profi vagyok. Hát nem tudom, hogy jövőre emelek-e 50-re, nem biztos. Lehet marad jövőre is a 45 könyv. Ezt most jó lesz elpakolni. Kommentben esetleg, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy nektek mennyi volt az a könyvmennyiség, amit kitűztetek idénre, hogy el szeretnétek minimum olvasni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!